Sziasztok! A nevem Anna. Mai alkalommal ennek a medálnak az elkészítését fogom nektek megmutatni. A medál fűzési mintája nem saját találmány. Ezt a Pinteresten találtam, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Ennek több oka is van. Egyrészt ugye anyák napja lesz nem sokára. Én úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan fűzési mintát megmutatni nektek, ami egyszerű, hát egyszerű, azért vannak bonyolultabbak is, aktuális, hiszen szív, és hát ha nem Valentin nap, akkor mi más, ha nem anyák napja, gondolom én. De egy a lényeg, hogy egyszerű, gyorsan elkészíthető, kevés anyag szükséges hozzá, és csak kétféle gyöngyöt használok, ugye 4 mm-es bikont és 11 nullás kása gyöngyöt, valamint damilt és ugye tűt. Valamint azt is szeretném megmutatni, hogy gyorsan is lehet szépet alkotni. Jól van. Hát ugye annyi különbség van az én szívem és ugye az eredeti minta szerint mellett, vagy minta alapján készült szív között, hogy csiszolt gyöngyöt használt, és két színben, én viszont bikont használok, és egy színben. Úgyhogy akkor most nézzük a videót. Láthatjátok a bikont, a tohó kásagyöngyöt, és a tűt, valamint a damilt. Láncalap, delfinkapocs és szerelőkarika. Valamint egy nagyobb szerelőkarika és egy medáltartó. Jó, felveszitek a kezdő mintát és a kezdő sort, ami 4 tohó kásagyöngyből és 4 bikonból áll, felváltva fűzitek fel őket. Utána pedig újra keresztül mentek rajta a tű segítségével, ugye a damillal, és csináltok egy húk. Így, ezáltal. Szépen végigfűzitek a damilt, még egyszer az összes gyöngyöm. Szépen belefűztök a... Tehát végigfűzitek ugye azt a sót, úgymond. Összecsomózzátok a két damilt, vagy a két damil végét. A rövidebbek végét visszafűzitek egy-két gyöngybe, és nem pedig elvágjátok a kisoló segítségével. Most látjátok, hogy összecsomózom, jó erősen csomózzátok meg. Igen, elvágom az ólóval. Én tovább mentek egy bikonon és egy tohókása gyöngyöm. Tehát fölvesztek 5 tohókása gyöngyöt. És visszafűztök általános oldalba, ugyanabba a tohókása gyöngybe. Ezután fölfűztök 1 tohókása gyöngyöt. Ebből az ötösből. Ahogy látjátok is. Fölvesztek 1 bikont, 1 tohókását, még 1 bikont, 1 tohókását. Ez lesz a következő sormintátok, tehát amit föl kell venni. És
Belefűztök a látjátok a bikomba. Megint a második kásába. És tovább mentek még egy kásával. És ez így folytatjátok, míg körbe nem értek. Mikor már az utolsó előtti lépésnél tartotok, akkor az következik, hogy keresztül mentek az utolsó kásagyöngyön, tehát fölmentek a bikonon, már ha sikerül nekem is ez. Mivel nem. Most fölmentek ugye a bikonon. Ellenőrizzétek, hogy ha elakadt a domén, hogy mindenhol rendben van, mert csúnya tud lenni, hogy úgy hagyjátok véletlenségbe valahol egy dummy hookot. Jó. Ezután fölvesztek egy tohókását, egy bikont és egy tohókását. Ugye? Látjátok is. És belefűztök mellette lévő bikonba. Nem a tohóba, csak a bikonba. Látjátok is. Ezután mutatom, hogy ugye onnan odáig kell jutni, tehát szépen haladtok középső tohókásagyöngyön keresztül, egybe beleszúrtok. És utána pedig a látható, tehát a bikonon mi följöttök. És ott folytatjátok a mintát, még beleszóltok egy tohókás ügyünkbe. Az a lényeg, hogy ott lyukadjatok ki. Ezután megint felvesztek öt tohókásagyöngyöt, és visszaszúrtok átelembe a és visszaszúrtok a tohókásagyöngyönbe. És eltévesztettem, mert négy tohókásagyöngyöt vesztek föl, mivel két tohókásagyöngy már megvan. Az a lényeg, hogy hat tohókásagyöngy legyen meg a kiindulótok. Igen. És akkor beleszúrtok egy kásagyöngybe, ahol is volt a következőben. Lehet látni. És a szokásos, most már ugye szokásos módon felvesztek egy bikont, egy kásagyöngyöt, egy bikont, és egy kásagyöngyöt. És visszafűztök a második kásagyöngybe, és folytatjátok a harmadik kásagyöngybe fűzéssel. Látjátok?
ezt előtt távolról befűzitek a bikonba, és utána pedig a kásabénybe. A második kásabénybe. Tehát a menete az, fölveszitek ezt a sor mindent, belefűztök a bikonba, utána a második kásagyönybe, és utána pedig a harmadikba fűzitek tovább a tűt, hogy pontos legyek. Igen, most fűzünk a harmadik kásagyönybe. És ugyanígy körbe mentek. Mikor megjön az utolsó előtti lépésnél vagytok, akkor ugye, hogy az utolsó előtti lépésnél belefűztök ugye a utolsó kásagyönybe, ami a hatost alkotja, utána kijöttök a bikonon, fölvesztek egy kását, egy bikont és egy kását, és belefüstök a következő bikonba. Utána a egy kásagyönybe szúrtok. Szépen kijöttök a következő bikonon. Ahogy látjátok, ott kell kijönnetek. Ezután lementek két kásagyöngyöt, látjátok. És felvesztek három tohót. És szépen körbefűzitek a tohókat, tehát hogy egybeálljon hat tohókás megint. És ahogy látjátok, ugye itt most a harmadik tókásányra szóltok. Fölveszek egy tohót, egy bikont, tohót. Tehát egy bikont, egy tohót, egy bikont és egy tohót. És utána az alatt lévő bikonba beleszúrtok, és akkor, és ugye visszaszúrtok, hogy a tohóba is egyben egyszerre.
Következő mikon baszó, és a tohóba szúrtok, és ugye ugyancsak körbe mentek a mintán. Jó, most pedig az ugye utolsó lépés következik. Beleszúrtok a tohóba, és ugye az mellett egy mikonba. Köveztek megint egy tohót, egy bikont és még egy tohót. És ugye már közvetlen mellette lévő bikonba szúrtok. És megint kész van egy egységünk. Jó, ezután tovább mentek a belső tohókás a gyöngyön, és kimentek a következő bikon, ahogy látjátok. Ezután azon a bizonyos tohón, ugye a harmadik tohón kiszúrtok, vagy mert már ugye három tohó látszódik, és ebből kifolyólag csak három tohót kell most fölvennetek. Majd miután még két tohón átmentetek, és tehát a bikon és két tohó még mentek keresztül. Igen. És ugye így kell kinézni, ahogy látjátok a videóban. Megint két tohó, és még csak két tohó van, így négy tohót vesztek még föl hozzájuk. Ugye itt a négy tohó. És ugye visszafűztök a másik kettőbe. Így megint lett egy hatos tohótok. Fölfűztök egy tohót. Újból felveszitek a szokásos sort, tehát hogy bikon, tehát bikon, tohó, bikon, tohó. És akkor ugye fűzitek a bikonon keresztül, utána azon a tohon, ami már egyszer mentetek, és a következő tohon folytatódik. Ugyanez. Nem tudom, és megint körbe mentek. Jó, utolsó előtti lépésnél vagyunk megint. Ugye szokásos módon utolsó tohóba és a bikonba belefűztök. Fölvesztek egy tohót, egy bikont és egy tohót.
Nem, csak a kamerám nem mindig fókuszál úgy, ahogy kéne. És belefüstök a bikontolóba megint, ugye utolsó, utolsó bikontolóba, és utána fölmentek a következő bikonon. Utána tovább haladtok három tohót, hogy látjátok. Még egy pikonon, két tohon, csak ezt kimentek. Ahogy látjátok. Mert két tohót van, így megint fölvesztek négy tohót, hogy így hatos legyen. Fölvesztek ugye egy bikont, egy tohót és egy bikont, és egy tohót, és nem vagytok olyan bénák, mint én, akkor nem értitek le, de én lejtettem, én újból felveszem ezt a négyest, ugye belefűztök a szokásos bikonba. Tohóba. És folytatjátok a következő tohóba. És ez ugyancsak, ahogy szokásos, ugye körbe mentek. Ugye utolsó előtti lépésnél vagyunk megint. Ugye főveztek egy tohót, egy bikont, és egy tohót. És beleszedtek ugye a bikonba. Utána, ahogy látjátok, középső tohóba szóltok, mert a középen lévő hatos tohóba, még hatos tó egyik tohójába szóltok. A bikon után következik. Utána beszült az melletti bikonba. Próbálom mutatni, és akkor látjátok, hogy ott kell kijönnötök a damillal. Utána
Főszúrtok egy tohót. Fölvesztek egy tohót. És befejeztek úgymond a hatoskását, amit tudom, csak ötös volt, és ugye azáltal, hogy beleszúrtak a következő dohokásába. Így keresztül mentek. Azt követő dohon, még két dohon, még egy dohon. Ez tulajdonképpen körbefűztétek ezt a hatost. Utána pedig mentek fel a szélén, tehát ugye a bikonon, és két tovon. És hogy mentek körbe a szélén, szépen kitöltitek. Meg van egy-két vés, amit ki fogtok tölteni tohóval. Most még tohol nélkül haladtok. Átmentek bikonon, két tohon. Bikonon. És ott, ahol hármas tohot találtok, ott azt csináljátok, hogy felmentek a bikonba, egy tohóba, fölvesztek egy tohót, és egy tohót kihagyva a következő tohóba és bikonba szóltok. A látható módon. Megint, mindjárt keresztmentek a bikonon, egy tohón, fölvesztek egy tohót, és ugye egy tohót kihagyva a következő tohón és bikonon mentek keresztül. Ezután mentek tovább, két tohó, bikon, még egy tohó, bikon. Tulajdonképpen így mentek körbe a másik oldalt is. Ahogy látjátok. Ugye ott, ahol két tohó van, ott keresztül fűzitek. Úgyhogy simán. Látjátok is. Bikonon is. Itt megint van egy hármas tohó. Ugye belefűztök egy tohóba, az elsőbe, utána fölvesztek egy tohót, és egyet kihagyva a harmadik tohóba fűztök és egy bikonba. És ugye én még egy tohóba belefűztem. Lehet gyorsítani egy kicsit a fűzést, hogy többen szúrtok keresztül. Ennyi, fölvesztek egy tohót. Ugye egy bikon, egy tohó kihagyva, a következő tohóba szóltok és egy bikonba. Két tohó mentek keresztül megint.
megint két torna és egy ikona. Tohók következnek és egy pikon. És így tulajdonképpen körbeértetek magatokat. Ezután még egyszer menjetek körül a szélein, már tohó és egyéb gyöngy felvétele nélkül, még egyszer körbe. Ezután ugye eldolgozzátok csomóly a domészánat. Az eredeti mintában a szív két részé, tehát két szív, tehát a szívnek a két kis részére tette a karikát, szerelőkarikát, arra pedig a láncot. Én egyszerűsítettem, és én a középre helyeztem a szerelőkarikát, arra pedig a, hát ugye a láncot. A láncnak a két végére is kisebb szerelőkarikát tettem. Ugye egyik végé, egyik szerelőkarikába tettem a delfin kapcsolat, a másikba pedig semmit, mert ugye az az a kapcsolódik a delfin kapocshoz. Ahogy látjátok is. Így is megáll, tehát elég stabil ahhoz a szív, hogy egy nyiklik, nyaklik. Tehát nem szükséges a két felső csücskébe tenni a két szerelőkarikát. Elegendő középre is. Látjátok, másik szerelőkarikát is teszem a lánc végé. Olyan hosszú láncot vágtok, amilyen hosszúra gondoltok. Ugye két lapos fogó segítségével kinyitjátok a szerelőkarikát, és utána becsukjátok. Miután rajta van a domél, rajta van a delfin kapocs, illetve egy a lánc. Hát így néz ki szerelőkarikás megoldása. De hogyha van medáltartótok, azt is megmutatom, hogy hogyan tegyétek rá a szívre. Először is leveszem ugye a szerelőkarikát róla. Ugyancsak lapos fogóval. Kinyitom. De ezt hiszem kell a lánc, ezért nem csuktam össze a szerelőkarikát. És ugye itt van a medáltartó. Azt benyomjátok a felső részét, ahogy látjátok, az alsót kicsit kihúzzátok, beleakasszátok a megfelelő helyre a szívnek, utána pedig visszahelyezitek. Úgy, hogy a felső legyen kívül. Kicsit rá tudtok szorítani a fogóval, hogyha kicsit kiáll. És kész is van, és utána ebbe fűzitek bele a láncot. És ugye itt látható. Hogy nektek melyik szimpatikusabb ez a medáltartós megoldás, vagy a szerelőkarikás? Hát attól, hogy ugye mi van nálatok otthon. Rajtatok múlik, hogy mivel kapcsoljátok a lánchoz. És egy-két kép a szívről. Tehát ez lett volna ennek a medálnak az elkészítési videója. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, vagy nyomjátok meg a csengőgombot is, hogy nem maradjatok le egyetlen újabb videómról sem. Én remélem, hogy nektek is tetszett ez a videóm, és ihletet kaptatok arra, hogy ti is elkészítsétek a saját kis szíveteket anyák napja alkalmából. Teljen kreatívan napotok, legyetek jók! Sziasztok!